Hát az a helyzet, hogy sajnos egyre komolyabb a veszély, hogy a kormány makacskodása veszélybe sodorja Magyarország pénzügyi stabilitását. Martonyi János külügyminiszter úr azt nyilatkozta két nappal ezelőtt, hogy a kormány nem ismeri pontosan az IMF-el és az Európai Unióval kötendő hitelmegállapodás előfeltételeit. Azt is elmondta miniszter úr, hogy szerinte az igazságszolgáltatás és benne a bíróságok, illetve a bírák nyugdíjazásának ügyét nem lehet összefüggésbe hozni a hitelmegállapodással. Nos, ezt a két állítást úgy tűnik, hogy az atv.hu megjelent íráscikk cáfolja, mely szerint a kormánynak tudomása van arról, hogy pontosan milyen feltételei vannak az IMF tárgyalások, azaz a valóta alappal történő tárgyalás megkezdésének, sőt, mikor miniszter úr ezt a nyilatkozatot tette, a cikk szerint már akkor is tudomása volt erről. Nos, mindezek alapján kijelenthető, hogy úgy tűnik, hogy az, az, az igazság nem az, hogy a kormány nem tudja, mik lennének a feltételek, hanem az, hogy tudja, csak éppen nem akarja teljesíteni azokat. A feltételek teljesítése, és ezt szeretném hangsúlyozni, a Velencei Bizottság ajánlásainak a megfogadása elsősorban nem az Európai Unió, hanem a magyar embereknek a Európai Unió számára, hanem a magyar emberek számára fontos. Fontos, hogy ne Szájer József felesége mondja meg, hogy kinek, melyik bíró tárgyalja az ügyét, és hogy mandátuma ne évtizedekig tartson. Fontos, hogy jogbiztonság legyen, hogy hinni lehessen abban, hogy a bíróságok elfogultságtól mentesen ítélkeznek. Ha nincs jogbiztonság, akkor nincs személyi és vagyonbiztonság sem, akkor nincsenek biztonságban a befektetések sem. Hadd ö, emlékeztesek arra, hogy a befektetők nem szívesen mennek a banánköztársaságokba befektetni, pedig egyébként logikus lenne, hiszen olcsó a munkaerő, olcsón lehet beruházni, azért nem mennek, mert ezekben az országokban ö, nincs jogbiztonság. Az igazságszolgáltatási reformjukat részben már visszavonták a kormánypártok, de jó néhány követelménynek nem kívánnak eleget tenni, méghozzá olyan követelményeknek, amelyek nem megmásíthatóak az Európai Unió számára. Most szavaz majd a háza módosító javaslatokról, mi előterjesztettünk már lényegesen korábban, mint hogy ez az egész ügy kipattant, néhány olyan módosító javaslatot, amelynek az elfogadása esetén ezeknek a követelményeknek eleget lehetne tenni. Nem győzöm azt hangsúlyozni, hogy a valuta alap és az Európai Unió is világosá tette, hogy a hitelmegállapodáshoz az út az Európai Bizottságon keresztül vezet. Az Európai Bizottság pedig azt tette egyértelművé, hogy a Velencei Bizottság döntése alapvető fontosságú a vélemények, a véleményének a kialakítása során. Amíg ezek nem teljesülnek, addig legfeljebb miniszter úr kávézni mehet ö, Washingtonba, más eredményt nem fog tudni elérni. Ez a probléma tehát mára, már nem az igazságszolgáltatásnak az ügye, hanem az ország gazdasági stabilitását veszélyeztető probléma lesz. Ezzel adnám át a szót képviselőtársamnak. Tisztelettel köszöntöm Önöket! Nem akarom ismételni a tényeket, hogy Orbán Viktor eljátszotta az elmúlt két évben az országgal szembeni bizalmat. A tragikus helyzet az, hogy most ennek egy aktuális fordulója van. Az, hogy azt hazudják alaptalanul, hogy nem tudják, milyen követelményeknek kellene eleget tenni, újra a bizalmatlanságot erősíti. Ahol nincs bizalom, ott nincs befektetés, ahol nincs befektetés, ott nincs beruházás, ahol nincs beruházás, ott elszáll a jövő. Orbán Viktor taktikázása Brüsszellel újra az államcsőd kockázatával jár. Már az idén 100 milliárdokba kerül, hogy a szabad piacról csak 9-10 ért tudja finanszírozni magát a költségvetés. Ez rövid távon sem tartható, hosszabb távon, két-három év távlatában pedig ezer milliárdokat jelent. Tehát amikor Orbán Viktor harcot hirdet a külfölddel szemben, akkor az ország érdekeit rosszul képviseli. A helyzet mára egyértelművé vált. Orbán Viktor és a Fidesz nem az elnyomó külföld ellen, hanem saját állampolgárai ellen, az európai értékek ellen folytat harcot, önös hatalmi érdekei szerint. Ha ebbe az ország gazdaságilag belerokkan, akkor is. Az MSZP felszólítja a kormányt, hagyjon föl ezzel a képmutató politikával, tegyen eleget azoknak a minimális követelményeknek, ami a feltétele az Európával való együttműködésünknek, és tegyen konkrét lépéseket azért, hogy az ország gazdasága talpláljon, a költségvetés finanszírozhatóvá váljon, és ne akarjon minden terhet a magyar emberekre terhelni, ami a hatalmi politikájának megtartása érdekében eddig folytatott. Tehát azt mondjuk, hogy egy progresszív gazdaságpolitikára és az európai jogot követő jogalkotásra van szükség.